Az új évben a régi új helyszínen, a Kálvin utca 9 szám alatt kezdte meg az oktatást a Kovács Mihály Általános Iskola, ugyanis befejeződött a másfél éves 500 milliós felújítás. Az épületet Sági István karcagi tankerületi igazgató, Plósz Csilla intézményvezető és Karas Elvira tagintézményvezető mutatta be hétfő reggel a város vezetőinek és országgyűlési képviselőinek. A gyerekek és azok a pedagógusok, akik ebbe az iskolába járnak, nem ismerik meg, hiszen teljesen megújult az épület. Kívül belül egy igazán 21. századi oktatási intézményt kaphattak az itt tanuló diákok, tanárok. A beruházás nagyon jó példa mindenkinek arra, hogy lehet fejleszteni az országot az oktatást a 21. századi eszközökkel, mondta F. Kovács Sándor országgyűlési képviselő az épület bejárása után. Ez az iskola kívülről belülről megújult. Azok a diákok, azok a hajdani diákok és pedagógusok, akik itt tanultak, itt dolgoztak, nem ismerik meg ezt az iskolát, hiszen kívülről belülről a 21. századi követelményeknek megfelelően megújult. Az oktatás színvonala ezután már eszközökben technikailag nem szenvedhet hiányt. Ezek a gyerekek már a 21. századra, egy új Magyarországra fognak felkészülni. Javultak a pedagógusok munkakörülményei, és a szülők is nyugodtak lehetnek afelől, hogy a legkorszerűbb, legmagasabb szintű oktatásban van része a gyermeküknek, fogalmazott dr. Fazekas Sándor országgyűlési képviselő, földügyi kormánybiztos. A magyar kormány gazdaságpolitikájának, oktatáspolitikájának köszönhető az, hogy ez az iskola teljes mértékben megújult. Külső-belső felújítás, új berendezés várja az idejáró gyermekeket. Javultak a munkakörülményei a pedagógusoknak is, és a szülők is nyugodtak lehetnek afelől, hogy a legkorszerűbb, legmagasabb szintű oktatásban van részük. Szepesi Tibor polgármester szerint városi szempontból is jelentős beruházás fejeződött be. Újra gazdagodott a település, nem csak kívülről, hiszen látványban is egy teljesen új iskola fogadja az erre járókat, az erre látogatókat, akik ide jönnek a városba, egy kicsit sétálgatnak, szétnéznek, hanem belülről is egy teljesen új épületnek lehetünk most itt szemlélői, hiszen a mai nappal kezdődik meg a tanítás a Kovács Mihály tagiskolában. Egy új évben, egy új épületben, egy új lendülettel. Én nagyon örülök annak, hogy az állami beruházásnak köszönhetően teljes egészében megújult az épület. Köszönettel tartozunk a Kovács Mihály tagiskola valamennyi pedagógusának, hiszen a pandémia helyzetre való tekintettel, illetve az épület felújításához kapcsolódóan ugye elszenvedték azt a másfél évet idézőjelbe, amely a felújítás ideje alatt más épületekben, nem csak egy épületben, hanem több épületben került elhelyezésre a tagiskola osztályai, és egy óriási munkát végeztek a vírus helyzet miatt is, de amiatt is, hogy ebben a másfél évben pakoltak, elpakoltak, leltároztak, selejteztek, majd visszapakoltak. Tehát egy olyan teher volt az itt dolgozó pedagógusokon, ami mindenképpen köszönetünket kell, hogy kifejezzük érte. Valóban mindenkinek megelégedésére szolgál, én azt gondolom, az épület. A szülőknek elsősorban, hiszen olyan helyre hozhatják gyermekeiket, olyan helyre hozhatják az ide igyekvőket, főleg az első osztályosokat, az óvodásokat például majd a következő tanévben, de a mostani idejáró diákok, szülei is azt gondolom, hogy csodálkozhatnak ezen az épületen, hiszen tudjuk, hogy tradíció, aki valamelyik iskolába járt, nagyon szívesen szeretné, hogyha a gyermeke is abba az épületbe járna, és akkor együtt járhatják be azokat a tantermeket, amelyek teljes egészében megújultak, lehet mesélni egymásnak, mi volt régen és mi van most. A gyermeknek is egy óriási élmény, hiszen valóban 21. századi körülmények között tanulhatnak, okostáblákon, olyan tanszerekkel, amelyek valóban ezt a fajta oktatási jellemzik, amely most kell, hogy Magyarországot és Európát jellemezze, és hát természetesen a pedagógusoknak is egy óriási öröm, hiszen egy teljesen tiszta, megújult épületben csodálatos tanszerekkel oktathatják a diákokat. Sági István tankerületi igazgatótól megtudtuk, másfél-két éves előzménye van a közel 500 millió forintos beruházásnak. Erről beruházásról azt kell tudni, hogy egy durván másfél-két éves előzménye van, közel 500 millió forintot sikerült fejlesztésre fordítani. Ebben a szakmai programokon kívül eszközök, infrastruktúrális beruházások találhatóak. Az épület két szinttel, egy épületegységgel bővült, illetve az udvar is rendbetételre került.
Az alappályázat összeg az egy 300 millió forintos összeg volt. Ehhez két ütemben egyszer egy 150 millió forintot és egyszer egy 50 millió forintot sikerült hozzátenni. Mindezek mellett a tankerület is még további forrásokat vezetett be. Ezért ami a pályázati keretben nem fér bele, azt a tankerület saját költségvetéséből oldotta meg, és ennek keretében bútorok is beszerzésre kerültek. A bútorok egy része már megérkezett, a másik része pedig rövid időn belül fog megérkezni. Minden olyan oktatáshoz szükséges fejlesztő eszköz, ami hasznosabbá, eredményesebbé teszi az oktatást, ez beszerzésre került. Mindezek mellett a pedagógusok képzéseken vesznek részt, ami egy alternatív oktatási program bevezetését, felmenő rendszerben történő bevezetését teszi lehetővé. Maradt még minden beruházás, semmi sem teljes körű. Itt szeretnénk a tornateremnek a burkolatát továbbfejleszteni, udvari aszfaltpálya, kerítések, tehát az udvar további rendvetétele, úgyhogy vannak még fejlesztési elképzeléseink. Karas Elvira, a tagintézmény vezető elmondta televíziónknak, 217 gyermeket helyeztek el az épületben. A 14 osztályterem mellett három fejlesztő szobát alakítottak ki. Kiépítésre került egy új technika és képzőművészeti terem. Megmaradt a fizika, kémia és a biológia földrajz szaktanterem. Nem mindenki a saját termébe, ugye figyelembe vettük az osztályoknak a létszámát, figyelembe vettük ugye a tantermeknek a befogadó képességét, és ez alapján lett beosztva az új osztálytermek az osztályoknak. Ezért ugye minden kollégának 7:30-kor kellett kezdeni a munkarendjét, és ezt követően az osztályfőnökök felkísérték a gyerekeket ugye az osztálytermükbe. Én úgy láttam, hogy öröm, csillogás, és nagyon-nagyon boldogok voltak, alig várták, hogy belépjenek az új osztályterembe. Viszont egy kis meglepődöttséget is láttam, mert ugye már a héten már ugye előkészítettük az új bemeneteket, ezért ugye a közösségi oldalakon, csoportokon az osztályfőnökök megosztották ugye a tanulóknak a kis munkarendjét, mikorra kell érkezni, váltócipő, stb. És láttam, hogy ott azért volt egy kis ijedelem is, hogy jaj, az új iskolába, új rendszer, ehhez alkalmazkodni, de viszont azt láttam, hogy olyan boldogan léptek be az osztályterembe, az alsós kis tanulók is alig várták, hogy kipróbálják az új kis padokat, székeket, mivel ugye, ahogy már említettük, minden terembe új padok kerültek és tanulói asztalok. Összesen 217 gyermeket helyeztünk el az új épületbe, ugye az évfolyamonként, ugye az első évfolyamon van ugye két osztályon, a 7. és a 8. évfolyamon is két osztályunk van, a többi pedig egy-egy osztályal, tehát összesen ugye 14 osztályt tudtunk elhelyezni. Ezen kívül új szárny épült ki, az új épületben megtalálhatók lettek a fejlesztőtermek, három fejlesztőszobát alakítottunk ki, ebből egy logopédia terem. Valamint kiépítésre kerültek az új technikatermek, kiépítésre került egy képzőművészeti termek, és megmaradtak a szaktantermek. Szaktantermek a fizika-kémia szaktanterem, és a biológia földrajz szaktanterem. Van egy nagy termünk is, az emeleten, az új szárny épületébe került kialakítása. Erről tudni kell, ennek a befogadó képessége 37-től 40 főig bír, tehát úgy gondolom, hogy itt bármilyen közösségi rendezvényt, ünnepséget is meg tudunk rendezni. Ide most elhelyeztük a legnagyobb osztályunkat, a 7. B osztályt. A változásokról, a tanulói munkarendről a szülőket is tájékoztatták. A szülők számára ugye rengeteg új információ, amelyre ugye különböző szabályzatokat hoztunk létre. Az egyik legfontosabb szabályzat ugye a tanulói munkarendet alakítottunk ki. Ehhez az új tanulói munkarendhez alkalmazkodni kell a szülőknek és a tanulóknak is. Valamint ugye az új épületbe a kamerarendszer került kiépítésre ugye a folyosón. Ezekről is ugye az adatvédelmi szabályzatok kikerülnek ugye a szülőknek. A szülők ezek megismerik, megismertetjük velük, és elfogadásra kerülnek. Úgy lett még nekünk az úgynevezett ügyeleti szabályzatunk, amelyet úgy szintén a nevelőtestület és az intézményvezető asszony fogadott el. Az ügyeleti szabályzat, mivel új épület is kialakításra került, ezért ugye több ügyeletet kell ellátnunk, több ügyeleti hely van. Itt gondolok ugye az új épület szárny, emelet és a földszint, valamint ugye az udvaron ugye a háttérbe beépítették az új játékokat, kialakultak ugye az új kerékpártárolók, ezekre is ide is szükség van egy ügyeletes pedagógusra.